oda. Don't! Jump in there, please, just
Sziasztok, mi vagyunk az Elisáz. Ilyen gyerekdalokat fogunk játszani, mint ezek, amik most eddig elhangzottak. Ez kettő volt, vagy egy? Másfél. Így van. Mert csak az egyikben énekeltem, mert is a következő szám. Köszönjük, hogy itt vagytok. Csináltam volna még, amúgy kár, hogy itt volt vége. Köszönöm a mikrofon leesés gátlást. Tudtam, hogy ebbe a számba benne lesz ez. Nem, azt hittem, hogy a műsorban lesz benne az, hogy ilyen hamar, azt nem gondoltam volna, de hát mindegy. Azt nem játszunk. Lengyelül esetleg. Úgyhogy... Lengyera! Várjátok addig még. Gondoltam, hogy kicsit izé csépeltem úgy, hogy elmásztam. Bármit is jelentsen ez rajtam kívül bárkinek. És meg is vagyok. Mehetünk? Ja, én megyek. Te kezdett. Jó, köszönöm szépen. Súlytalan lépteimnek képzett nyomát elfújja egy szellő. Csak itt csapongóként üresség vagyok, remélve, hogy nem késő.
Nem késő még azzá válni, mi tényleg én lehetek. Megdönteni ezt a fránya szobrot, mit az énjeim nekem emeltek. Ez lassú volt? Ez tök lassú volt. Nekem majdnem leállt a szívem közben. Az azt jelenti, hogy lassú volt, nem? Jó, tudom, hogy nem szabad. Nem az a tiéd, köszönöm. Szeretek így izzadni, köszi. Azért jó izzadni, mert van az a trükk, hogy így körbefordítom a gitárt, és akkor könnyebben körbe csúszik rajtam. De persze, hogyha kábel be van dugva, akkor ez egy nyakamra tekeredik általában. Nem baj, ezt most nem biztos, hogy bemutatom, de még eldöntöm. Jó, mehetünk. Minden nap a hibáimmal farkas szemet néznék, de ott van a fejemben, hogy a másik sem teszéltem. Mégén küzdenék, hogyha mindig dobálóz a személyeskedés, vajul el legtöbbször köztük a helyzet. Kapok van a lejátszóban, az ego ott van
venni vadőrőkost. Ne azt nézzük ki hangosan most. Kemény dió, egy szürke álom. Kell egy megoldás, sajnálom. A mézék dobálóz a személyeskedésig. Fajul el minden köztük, elkezdünk köztük. Mézékül zenékolt a mézék. Szavakkal ölt a végtelenség. Mégis azt értem, hogy biztos megéri farka szemet nézni. Farka szemet nézni. Komolyan venném, pedig csak dobni akarok kedvén. Már magam sem tudom, hogy hogy vagyok, és ez szerintem így nem állapot. Lehet még már egy kicsit előrébb, és a kettőket elengedné. A násztép unom, hogy közelek áll ránkat. Bámester kedve nem lankat. Dolod rám az összes gondot, benne gondolnál, hogy elrontod. Van a kis az ember torkát, szépen tor, el tudsz hozzám már! Remélem, hogy csak ide izzadtam egyébként, amikor letérdeltem. Most a pofát lányom? Igen, ennél fogszom a izzadni. Várjátok, mert a következő szám az egy... Tessék? Az egy meglepetés is, tekintve, hogy ez a második koncertünk, szóval nektek ez egy, az egész egy meglepetés. Köszi szépen, igen, ez a második koncertünk. Tessék? Nem lopjuk el a lányok egy nagy tapsát. Tessék? Ezt tessék, köszönjük szépen! Várjál. Amúgy a következő számunk az annyira új, hogy most... ezt már elmondtam, ugye? Nem, ez a baj. Annyira új, hogy én sem emlékszem. Nem tudtok segíteni most, hogy ez a második koncertünk, csak tudjátok a számainkat, nem? Hallgassuk megvan, meg a demót. Megvan. Nem, megvan, oké. Okay. Eszembe jutott a dal. Tessék, keresztül egy tempó. Előtte játszok egy izé. Talán nem mondok azzal túl nagyot, hogy amíg nem látod, fújhatod azt a valamit, amit eddig is kerestél.
talán észre sem veszed kopásból, hogyha pofán talál az árnyékból, de még így is leesik ezt a valamit, amit kerestél. Talán észre sem veszed kopásból, hogyha pofán talál az árnyékból, de még így is leesik azt a valamit, amit kerestél. Ott állt majd a lépcső alján, a semmiből előugrik, aztán most nézteted, hogy ez már az. Pofázom egyfelé, lezajlik felé, majd most érkezem. Azt sem tudtam, hogy hányadán vagyok, most sem hiszem, hogy tényleg létezem. A hány italt is beszűrköltem, nem tudtam leállni. Pofázom merénylet ellenem, nekem most már biztos annyi. Mondok azzal túl nagyot, hogy amíg nem látod, újratod azt a valamit, amit eddig is kerestél. Talán észre sem veszed kapásból, hogy a pofán talál az árnyékból, de még így is leesik azt a valamit, amit kerestél. Már nem mondok azzal túl nagyot, érdekes, hogy amíg kutatod, nem találod azt a valamit, amit kerestél. Ott állt majd a lépcső alján, a semmiből előugrék, aztán most nézteted, ez már az. Pofáltam egyben, én lett zajlik felém, ahogy most érkezem. Azt sem tudtam, hogy hányadán vagyok, most sem hiszem, hogy tényleg létezem. A pályitalt is beszűrköltem, nem tudtam leállni. Pofáltam, mert én lett ellenem, igen, most már biztos annyi. Mondjuk, hogy eszembe jutott a végére. De ti úgyse tudjátok, mert nem tudjátok, minek kéne, hogy eszembe jusson. Szóval így mondjuk, hogy rendben volt ez így. Persze nem tartunk közvéleménykutatást, de most megyünk tovább a műsorba. Ez kell a harmadik bumbumjátszó. Igen, azt. Várjál, mert most jön a másik kedvenced. Nem tudom. Másik kedvenc. Igen, direkt gyerekírással írtam a setlistünket. Ha körbeadod, akkor nem tudom, hogy melyik a következő dal. Igen, mehet. Hogy merre menj, de úgy verődik vissza, hogy a másik irányt mondja. Mert minden belső rezgésünknek két oldala van, de azt is hallom belülről, hogy ütni fog az óra. Ott vagyok ki, minden lángulás magába folyt, le
leszek én az életed ruháján a kocsbolt. A fejemet lehajtom, nem akarom végignézni, ahogy eltemetem magunkat, az idő majd megszépít. Amikor összerezzenek, egy pillanatra megáll minden lélegzetemet. Csak épp, hogy hallom, félni kezdek elveszni, ne hagyd. De tudom, lenne bőven indok talán vissza hozzám. Jelölt semmivé válok. Megszólal egy hang, hogy merre menj arra, de úgy verődik vissza, hogy a másik irányt mondja. Mert minden belső rezgésünknek két oldala van, de azt is hallom belülről, hogy ütni fog az óra. Bizalmatlanságom hideg szél, nem ölelhetjük egymást eléggé. Magunktól vettem el a békét, néha élvezem a büntetést. Összerezzenek, egy pillanatra megáll minden lélegzetemet. Csak épp, hogy hallom, félni kezdek elveszni, ne hagyd. Mert tudom, lenne bőven indok talán vissza hozzám. Összerezzenek, pillanatra megáll minden lélegzetemet. Csak épp, hogy hallom, félni kezdek elveszni, ne hagyd. Mert tudom, lenne bőven indok talán vissza hozzám. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy itt az volt az utasítás azután a szám után, hogy egy kicsit a szívünket hagyjuk lelassulni, hogy a következő dallal ne rohanjunk annyira. De igen, igen. Jó, mi kész is. Jó, mehetünk tovább. Mehetünk tovább? Nem, ez kocsmában van. Ja, kocsmában van. Jó, oké. Na, várj. Pillanat, bocs. Tök bén, hogy én mondtam, hogy mehetünk, és aztán meg leállítom az egészet, szóval azért csak hangolok ezelőtt egyet. Köszi! Oké, igen, nekem is. De majd mindjárt, várjál. Oké. Minek hangoljátok az ilyen hangolót? Ja, persze, folyik rá 4 liter víz belőlem. Oké. Jó, na mehetünk! Ez talán... Szilva! Ez talán Szilva. Oké, mehet. Tessék? Adjál már neki egy szilvát. Ő kér italt. Látom, hogy megijedtetek ettől az ivás dologtól. Én is tökre be vagyok parázva tőle. Na jó, azért annyira nehogy a pulthoz menjetek. Ezt még várjátok meg. Leszgezve kérdezem meg, hátod-e tudod, hogy jutok át a kapun? Milyen nem képzett gondjaimmal védi magát, ez most mindenemnek. Összes ki nem mondott nyüket, csúk szemére lép, és elviszi végre a világok harangját. Úgy kéred, ahogy akarod, de mégsem kérni a végén a kutyák módjára utatod. Az összem, amibe kételkedtél, tűzdorozod fel, mint kéne. A másikról a takarót húzod le, nem adod ki ezt a csapot, elzárod. Vége az, hogy bezárom a zárod. Leszkedve kérdezni,
tudod, hogy jutunk át a kapun. Jelen képzelt gondjaimmal védi magát, ez most mindenemnek. Tedd ki, nem mondod őket, gyúk szemére lép. Te viszed végre a világok harangját. Sanyon nem hiányzik, de megküzdök ellene. Inkább remélem nem hibázom el, az aki látja, hogy melyik vége a csúnya. Bak is látja, hogy melyik vége a csúnyám. Azt hiszem, hogy egy másik számban volt az, amikor bemutatom a zenekart. Azt tökre elfelejtettem, úgyhogy most megteszem. Már mennyire is furcsa, a basszusgitárnál Dobos Gergő barátunk. Ne keverjétek össze, ő basszusgitáros. Hányszor kaphatta meg ezt, bocs, hogy tőlem is. És aki hátul hozza ezt a jó kis, nem mondom mit, az Makvata! Nagy tapsot kérünk! Ő egyébként helyi. Ja, ezt mindenki tudja itt, gondolom. Aki pedig a gitárokat viszi, az Sas András barátunk! Hopp, nagy tapsot neki is, tessék! Köszi szépen! Tör! Legelől a legelő. Mármint, hogy... Ja, ezt most valaki bemondja hátulról, jó? Ezt én nem számítottam. Barabás Dávid! A következő körnél már esküszöm, hogy beszállok. Mert nem is tudom, meggondolom, hogy... Köszörozod fel, mint kéne a másikról, a takarót úszod le. Nem adod ki ezt, hogy kaput elzárod. Vége az, hogy bezárom a zárod. Leszkedve kérdezem meg, házod, hogy tudod, hogy jutok át a kapun. Jelen képzelt gondjaimmal védi magát, most mindenemnek. Összed ki, nem mondod őket, gyúk szemére lép. És elviszi végre a világok harangját. Köszi. Azt még... El is az, al is az. Ja. Ez el is az volt, meg al is az. Most elérkeztünk a műsorunk elejéhez. De nem. A végéhez. Jó? Jó? Nem jó. Szerintem se jó, én is játszanék még előről. Jó, szerencsétekre még egy elég hosszú számunk van hátra. Sokáig fog tartani. Ugye az a hosszú, ami sokáig tart. Nem? Tessék. Na ez volt a nagyon hosszú szám, helyette kérem szépen a... az. Mindig arra menj, amerre másod.
köszönjük szépen nektek, nagyon csodálatos közönség voltatok, mi voltunk az Elisáz. Dobos Gergő, Makvata, Sas András, én pedig Barabás Dávid voltam. Barabás. Kétszer is le lehet írni. Köszi szépen. Darabás Bávid.